Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.splcstudio.hu. Sikeres Szekszárd környezetvédelmi kampánya, meghosszabbítja a város az akciót. Önkormányzati választás. Fórumot tartott a Fidesz-KDNP Decsen. Siker. Külön díjat szereztek a Tolna megyei rendőrök az országos baleset helyszínelő versenyen. Hagyományőrzés. Megtartották a bukovonyai székelyek búcsúját kismányokon. A Tolnatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Sikeres Szekszárd környezetvédelmi akcióterve, amit az Erőv ZRT-vel együtt a csapvíz népszerűsítése és a műanyag hulladék mennyiségének csökkentése érdekében indított még a nyáron. Rengetegen regisztráltak az ajándékokért, és vállalták, hogy palackozott víz helyett csapvizet isznak. A városvezető az ezredik üvegkancsót adta át az Erőv szekszárdi ügyfélszolgálatán. A szekszárdi polgármesteri hivatal túl azon, hogy saját házában már régebb óta nem palackos vízzel kínálja hivatalos vendégeit, hanem kancsóban töltött friss, jó minőségű szekszárdi csapvízzel, szeretné, ha példája a város polgárai számára is egyre többeknél követendő lenne. Így az augusztusban meghirdetett környezetvédelmi akcióterv első lépcsőjeként kampányt indított a hivatal az egészséges, jó minőségű szekszárdi csapvíz népszerűsítésére. Nem titkolt szándékkal a műanyag, palackos és üveges ásványvíz fogyasztás visszaszorítására. Az erre a célra elkészített, szép kivitelű, praktikus üvegkancsókból gazdára talált már 999 és az ezrediket ünnepélyes külsőségek közepette hétfő délután maga a polgármester Ács Rezső adta át az egyik szupermarketben a szekszárdi Domsa Istvánnénak, aki már, mint azt elmondta, eddig is csapvízfogyasztó szekszárdiakhoz tartozott. Úgy döntöttünk, hogy meghosszabbítjuk a regisztráció és az ajándékok átvételének az időpontját. Ez pedig azt jelenti, hogy 2019. október 15-éig fogjuk meghosszabbítani ezt az akciót, és hogy a keletkező igényeket ki tudjuk teljes egészében elégíteni, rendeltünk botlagosan újabb 500 kulacsot, illetve kancsot. A város csapvízügyben örömmel jelöl ki újabb határidőket az akció meghosszabbítására, ha erre igény mutatkozik. A csapvíz népszerűsítését célzó akciót első lépésben október 15-ig hosszabbították meg. Zombán 10%-os a vízközmű bekötöttsége. A településen büszkék az ivóvíz kiváló minőségére és arra a kapcsolatra, mely a települést és a vízszolgáltatót egymáshoz fűzi. Az Erőv ZRT most fejlesztést hajtott végre a településen. Az Erőv ZRT saját költségvetéséből újította fel a zombai vízműtelep kiszolgáló egységét. A felújítás kapcsán a nyilászárókat cseréltük le, valamint az épületnek a teljes burkolatát lecseréltük, kialakítottunk egy vizes blokkot, egy zuhanyzóval felszerelve, úgyhogy abszolút most már használható. Zombán kiváló minőségű az ivóvíz olyannyira, hogy tisztításra sincsen szükség, mondta Szűcs Sándor polgármester. Éppen ezért szívesen csatlakozott a település a vezetékes vízfogyasztását népszerűsítő kampányhoz is. Az nagyon meghatározó, hogy település jövő hét érintőleg, hogy élhető település lesz, megvan a minden olyan szolgáltatás, ami a városban, nyilván ez a település megtartó erejét is jelenti. Ezért van szükség például a vízrendszer korszerűsítésére is. Zombának 100%-os a bekötöttsége az ivó és a szennyvízhálózatban is. A most elkészült beruházásra 1,5 millió forintot fordított a vízműszolgáltató saját költségvetéséből. Önkormányzati választási fórumot tartott a Fidesz-KDNP Decsen. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője a fórumon kiemelte, a település leköszönő polgármestere, Antal Zsolt mennyi mindent tett a településért, sikeresen pályázott európai, uniós és hazai pályázatokra, amik révén több mint 2 milliárd forintot nyertek fejlesztésekre. Úgy véli, fontos, hogy a következő polgármester folytassa ezt a munkát a kormányzattal együttműködve, a decsiek érdekét szem előtt tartva.
Önkormányzati választási fórumot tartott a Fidesz-KDNP Decsen, ahol Horváth István a térség országgyűlési képviselője méltatta Antal Zsolt leköszönő polgármester munkáját. Az elmúlt években a Decs Antal Zsolt polgármester úr vezetésével nagyon sikeresen pályázott mind az Európai Uniós, mind a hazai forrásokra. Több mint 2 milliárd forint értékben nyert Decs fejlesztési forrásokat, amelyeket egy részét már építik, a következő időszakban, illetve fogják majd ezeket a forrásokat felhasználni. Horváth István hozzátette, fontos, hogy a következő polgármester folytassa ezt a munkát a kormányzattal együttműködve, a decsiek érdekét szem előtt tartva. A párt Hebelnink Tibort jelöli polgármesternek Decsen. Képviselőjelölt csapatában vannak Fidesz-KDNP által támogatott jelöltek és egy helyi civil egyesület által támogatott jelöltek is. Az eddig versenyszférában dolgozó polgármester jelölt szerint ez az összefogás kiegyensúlyozott működést tud biztosítani a település számára. Teljes együttműködésre törekszem itt a faluban mindenféle faluban működő oktatási intézménnyel, az egyházakkal, a civil szervezetekkel. Önkormányzati és polgármester választásokat Magyarországon 2012. január 1-től hatályos új alkotmány értelmében 5 évente tartanak. Idén, október 13-án lehet leadni a szavazatokat. Kiszámítható alapbérre vágynak a fiatalok. Egy kutatás szerint a rugalmas munkavégzés, stabilitás és az alapfizetés a legfontosabb a jövő munkavállalói számára, amikor munkahelyet választanak. A felmérés szerint a teljesítmény alapú honoráriumnál vonzóbb a fix, kiszámítható alapbér, és meghatározó a közvetlen felettes vezetői stílusa is a 16-28 éves korosztály számára. A 25 év alatti válaszadók 94%-a megfontolná az országon belüli költözést. Csongrád megyében a legnagyobb azoknak az aránya 78%, akik szívesen maradnának jelenlegi lakóhelyükön. Október 11-én a nemzetiségi nyelv és irodalom írásbeli részével kezdődik az őszi érettségi vizsgaidőszak. Az őszi érettségén rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgára lehetett jelentkezni. Az írásbelik október 25-éig tartanak, az emeltszintű szóbeliket november 7-e és 11-e, a középszintű szóbeliket pedig november 18-a és 22-e között tartják. A diákok várhatóan több mint 12.100 vizsgát tesznek, mintegy 6.950-et emelt, 5.150-et pedig középszinten. A Hajdúszoboszlón megrendezett 9. országos baleset helyszínelő versenyen a Tolna megyei rendőrök a vezetéstechnikai különdíj megszerzése mellett összetettben a középmezőnyben végeztek. A regionális versenyen legjobban teljesítő 2 Tolna megyei, a paksi Szendi Norbert és a bonyhádi Csasznyi Dániel egyenruhások képviselték megyénket az országos megmérettetésen. Nem mindennapi manővereket hajtottak végre Szendi Norbert paksi rendőrzászlós és Csasznyi Dániel bonyhádi rendőrfőtörzsőrmester az országos baleseti helyszínelő versenyen. A Tolna megyét képviselő egyenruhások a 3 napos megmérettetésen 42 társukkal mérték össze szakmai és gyakorlati, valamint kressz tudásukat. Összetettben a középmezőnyben végeztek a megye rendőrei, és vezetéstechnikai különdíjban részesültek. Hibapont nélkül és a legjobb idővel sikerült végrehajtaniuk a vezetéstechnikai feladatot, melynek végrehajtásánál ráadásul nehezített körülmény volt az esős, csúszós idő. Szendi Norbert 17 éve rendőr, 2007 óta baleseti helyszínelő. Megkülönböztetett jelzést használó vonulásuknál számos technikai elemet használnak élesben is. Volt, mikor kereszteződésbe nem vettek észre, akkor jól jött a holland kapu, ez a kikerülési manőver. Meg hát volt, mikor egy segédmotorkerékpáros állt az út szélén, és a szembejövőtől későn vettük észre, tehát sok minden előfordult már. Ahogy az őket kísérő osztályvezető fogalmazott, a bajnokok sokkal jobb reflexekkel rendelkeznek, mint egy átlagos sofőr. Tolna megyében az ő képzésükre is azért nagyobb figyelmet fordítanak, tehát a mind az alap és mind az emeletszintű képzéseket megelőzően, illetve utána is vannak különböző lehetőségek arra, hogy a kollégák ezt gyakorolják, és védett pályán, védett környezetbe a szolgálati gépkocsival különböző manővereket gyakorolhassanak és tanulhassanak meg. Tehát ez már eleve egy jó alap arra. Tolna megyében eddig idén, de az elmúlt években is elmondható, 15-20%-kal kevesebb baleset történik évente.
Idén is megtartották a bukovinai székelyek búcsúját Kismányokon. A településen évtizedek óta egymás mellett élnek székelyek, svábok és magyarok. 30 éve együtt építették fel a magyarok nagyasszonya templomot. Az ünnepségen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki kiemelte, mindennél fontosabb a hagyományok megőrzése és továbbadása. Szólj az Isten anyjáról! Örülj vígagy tisztaságban! Koszorúkkal a kezükben hallgatták meg Fábián Éva népdalénekest a bukovinai székely települések képviselői a Kismányoki Székelyporta udvarán. A mostani ünnepségen részt vett a nemzetpolitikáért felelős államtitkár Potápi Árpád János is, aki beszédében kiemelte, a bukovinai székelyek hagyománya talán most erősebb, mint valaha. Arra emlékezünk, hogy 30 éve áll ez a templom, és 30 éve jött létre egyébként ezzel nagyjából párhuzamosan a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, akkor még Székely Szövetség névvel, és éppen egy éve adtuk át a székelyportát, ezt a gyönyörű épületet, illetve kialakított udvart, ami lehetőséget teremt arra nekünk, hogy évről évre itt össze tudjunk gyűlni. Simon László, a település polgármestere azt emelte ki, Kismányokon a székely és fáb származású emberek remekül együtt tudnak működni a település többi lakosával. Én azt gondolom, hogy Kismányok életében az egyik meghatározó népcsoport a bukovinai székelyek, hogy a betelepítésektől kezdve ugye a faluért dolgoznak, és én azt gondolom, hogy ez a 30 éves évforduló is most azt bizonyítja, hiszen ha itt körbenézek, ugye itt magyarok, székelyek, svábok, mindenki együtt ünnepel. Egy szentmisében ünnepelték meg a magyarok nagyasszonya templom építésének 30 éves évfordulóját, valamint megkoszorúzták az öt volt bukovinai falu elhuntjainak keresztjét az egybegyűltek. Már több mint 15 éve rendezik meg Kétyen a szüreti napot. Az ünnepségnek ugyan nagy hagyománya van a településen, a polgármester szerint évek óta próbálják modernizálni a rendezvényt, ami hosszú évek után teljesülni látszik. A legkisebbek is felvonultak Kétyen a település szüreti napján. Az óvodások is tevékenyen részt vettek a településen több mint 15 éve megtartott eseményen. A kisebb falvak életében ezek számítanak a legnagyobb ünnepnek, mert rendkívül nagy közösségmozgató erejük van, mondja Gödrei Zoltán, Kéty polgármestere. Teljesen összefogja a kulturális életét, illetve megmozgatja a lakosságot, mint ahogy látjuk, rengetegen kilátogattak erre a rendezvényünkre. És azt gondolom, hogy nagyon sok embert érdekel, nagyon sok gyermek szerepel, és a gyerekekkel itt vannak a szülők, a nagyszülők, tehát az egész falu megmozdul ilyenkor. A szüreti felvonulásnak nagy hagyománya van a településen. Már a 20. század elején is megtartották ezt a rendezvényt. A polgármester szerint azonban manapság nincs könnyű dolguk a szervezőknek. Ez egy teljesen új variáció. Még soha nem csináltunk olyat, hogy a második fellépési rész az egy rendezvénysátorban lenne, illetve még nem kísért minket zenekar egyszer sem, de mindig nagyon jó hangulat van, mindig próbálunk egy kicsit megújulni, kicsit újítani, és hát úgy néz ki, hogy ezt a lakosság is meghálálja. A kéti falunapra a szomszédos Zomba településről is érkeztek néptáncosok és hagyományőrző egyesületek, hogy közösen ünnepeljék meg a szüret végét. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Átadták a repülőgyártó új csarnokát. Évente 200 kisgép törzsét készíthetik el. Széleskörű egészségügyi szolgáltatás. 50 millió forintból fejlesztenek Sejjén. Kulturális műsorokkal készültek. Idősek világnapja ünnepséget rendeztek Mázán. Átadták a Magnus Aircraft kompozit gyártó üzemét hétfőn Pécsett. A Pogányi légikikötő mellett épült fel a repülőgépgyártó cég új csarnoka. Itt a kisrepülők törzsének elemeit gyártják majd, de akár más területre is beszállíthatnak majd. A csarnokból egy év alatt 200-220 kisrepülőtörzs kerülhet ki. A beruházást 6 milliárd forintból valósították meg. Egy repülő törzsének darabjai a mennyezethez rögzítve, főleg ezeket a darabokat gyártják majd a Magnus Aircraft hétfőn átadott új csarnokában.
Ez a kompozit üzem alapvetően a repülőgépünk törzsének a gyártására jött része, de azért úgy terveztük és úgy készültünk, hogy a egyéb iparágában is beszállítók tudjunk lenni, mind minőségben, mind felkészültségben, szakmai tudásban, kompetenciában. Ha csak a mi repülőgépünket gyártjuk ebben az üzemben, akkor évi 200-220 darab testet fogunk tudni legyártani. Értelemszerűen a másik iparág, akkor ez alakulni fog hozzá. A próbaüzemet követően az összlétszámunk 120 főre fog nőni. A sorozatgyártást már novemberben szeretnék megkezdeni. Egy formula versenyautó az előcsarnokban nem véletlenül. Akár ilyen versenyjárművek kaszniát is gyárthatják majd itt. A csarnok átadón az Innovációs és Technológiai Miniszter is részt vett. Magyarországra egyre több repülőgépipari szereplő települ be. Ezért a kormány stratégiát dolgoz ki az iparágra, hogy nagyobb támogatást kaphassanak, mondta a miniszter. Az a támogatás, ami a jogszabályi környezetnek az alakítását, az oktatási és a kutatási környezet alakítását is jelenti, hát ezek fognak szerepelni ebbe a stratégiába. Ugye ezt pontosan kell tudni, hogy a repülőgépipar az nagyon különbözik, például a járműipartól. A repülőgépiparban akár beszállítóként, akár gyártóként megjelenni egy nagyon hosszú folyamatot jelent, hiszen egy nagyon bonyolult minősítésen kell átesni. Viszont utána, hogyha valaki ebből bekerült, akkor az már egy jó üzlet, hát ennek a lehetőségét is támogatjuk. De támogatták a Magnus üzemének megvalósítását is. Az új kompozitgyártó rész összesen 6 milliárdos beruházással valósult meg. 50 millió forintból fejleszthetik tovább Sejjén az egészségközpontot. Hangzott el a településen hagyományos anyateljes világnapon. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár elmondta, ez az összeg fordítható többek között szűrővizsgálatokra, az egészséges életmód megőrzését, javítását segítő programokra vagy műszervásárlásra. A település polgármestere szerint a fejlesztések után még magasabb színvonalon nyújthatnak különböző egészségügyi szolgáltatásokat a helyieknek. Az anyatej világnapját ünnepelték Sejjén. A rendezvényt évek óta megszervezik a Baranya megyei településen, ahol anyukák, apukák és gyermekeik vehetnek részt egy kulturális műsoron. Frank Mártonné védőnő szerint az anyatej nagy szerepet játszik nem csak a babák, hanem a kismamák életében is. Az egész életükre kihatással van, hogy az édesanyák anyatejjel táplálják a babáikat, vagy sem. Én szorgalmazom a 2 éves korig való szoktatást, mert az 1 és 2 éves kor között a gyerekeknek nagyon sok nyűgük van, sokat sírnak. Az ünnepségen jelentették be, hogy az egészségügyért felelős államtitkárság első körben 50 millió forinttal támogatja a Sejjei Egészségközpont fejlesztését. Mint azt Horváth Ildikó államtitkár elmondta, ez az összeg fordítható többek között szűrővizsgálatokra, az egészséges életmód megőrzését, javítását segítő programokra. És van egy másik része, ami például a betegellátásban azt a segítséget adná, amivel akár új műszereket is vehet a központ, hogy korán észre tudjon venni például olyan érszűkületet, ami később a lábnak súlyos betegségéhez vezethet, vagy más szív- és érrendszeri betegséggel kapcsolatos. A Sejjei Egészségközpont 10 évvel ezelőtt kezdte meg működését, emlékeztetett beszédében Nagy Attila polgármester. Akkor úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó dolog lesz, hogy helyben elérik az emberek azt a szakellátást, amiért Pécsre kellett, vagy még messzebbre kellett utazniuk. Bebizonyította az idő, hogy nagy szükség volt rá már akkor is, és nagy szükség van rá ma is. A polgármester hozzátette, cél, hogy a hamarosan bővülő szolgáltatásokat minél szélesebb körben, minél magasabb színvonalon jutassák el a helyieknek. Az idősek világnapjához kapcsolódva idén is szerveztek programot Mázán. A baranyai településen ezúttal is köszöntötték a legidősebb lakosokat, de kulturális műsorokkal, finom ételekkel és italokkal is készültek a szervezők. Hogy, ha minden rendes ember már ajlatságon kezdtek élni, én a Straub Dezső szórakoztatta a közönséget Mázán. A baranyai településen ugyanis idén is megrendezték a hagyományos idősek világnapi eseményt. A rendezvényt még egy korábbi polgármester indította útjára, melyet a jelenlegi képviselőtestület tovább folytatott. Pece Gábor beszédében elmondta, ebben a ciklusban ez a program az utolsó, amit a városvezetés szervezett. Nagyon örülünk neki, hogy minden alkalommal, minden évben meg tudtuk rendezni ezt a rendezvényt. Az idén különösen sokan jöttek el a rendezvényünkre. Körülbelül 170-en ülnek bent a nagy teremben, és ettől nyilván boldogok vagyunk, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. A rendezvényen a kulturális műsorok mellett finom ételek és italok is várták a résztvevőket. A színpadi produkció közben 2 nagy üsnyi pörkölt főtépen az udvaron. Az alapja a hagyma, utána kerül bele a paprika, a fűszerek. Ha nem haragszanak, akkor azért a fűszereket nem fogom elmondani, mert ez valamilyen szinten egy kicsit titkos.
belekerül a hús, és utána a türelem, és a vörösbor. A hagyományokhoz híven a legidősebb lakosokat is köszöntötték az eseményen. Ők idén Nagy Lajosné 92 és Takács Vilmos szintén 92 éves mázai lakosok. Az estig tartó idősek világnapi programra egyébként nem csak Mázáról, hanem a környező településekről is érkeztek vendégek. Idős barát polgármester díjat adományozott a nyugdíjasok Baranya megyei képviselete Koltai Péternek. Szent Lőrinc polgármestere idén a második városvezető, aki ebben az elismerésben részesült. A kitüntetést olyan polgármesterek kaphatják meg, akik sokat tesznek az idősek életkörülményeinek javításáért. Koltai Péter elmondta, az, hogy Szent Lőrinc idős barát település, nem erre irányuló szándékos intézkedések miatt lehetséges. A polgármester szerint az egymás iránti kölcsönös tisztelet, szeretet és megértés a kulcsa annak, hogy a nyugdíjasok is aktív, minőségi életet élhessenek. Nagyon szívesen meghallgattam a véleményüket, a tapasztalataikat, amiket elmondtak nekem, tanácsaikat elmondták, és azt gondolom, hogy az észrevételeiket, amikor mi azt megfogadtuk, akár testületi szinten is észrevettük, hogy igen, nekünk itt lépni kell, és cselekednünk kell valamilyen ügybe, akkor ezt megtettük. A másik pedig azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy egymásra odafigyeljünk, idős, fiatal, a különböző generációk, hiszen egy városban generációk élnek együtt, és oda kell egymásra figyelnünk, és a tolerancia nagyon fontos. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Sikeres Szekszárd környezetvédelmi kampánya, meghosszabbítja a város az akciót. Önkormányzati választás. Fórumot tartott a Fidesz-KDNP Decsen. Siker. Külön díjat szereztek a Tolna megyei rendőrök az országos baleset helyszínelő versenyen. Hagyományőrzés. Megtartották a bukovonyai székelyek búcsúját kismányokon. Szerdán szeles, de enyhe idő várható. Általában sok napsütésre számíthatunk, estig említést érdemlő csapadék sem hullik. Éjszaka hideg front éri el térségünket, beborul az ég, helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. Viszontlátásra!